Bújás István arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy úgy volt, hogy nem leszel ott az Európa-bajnokságon, de aztán mégis úgy döntött el, hogy vállalod. Miért? Így van, hát nyilván egy hosszú sérülés állt ennek a hátterébe, tehát azért még az októberi összetartáson ebből kifejezőleg nem is tudtam részt venni a csapatmunkában. Hála az égnek viszont a sérülésnek a javulása, ugye pont az októberi összetartás után álltam vissza a munkába Lemgóba is, ennek végeredményeképp úgy döntöttünk, hogy miért is ne lehetnék, hogyha már egészséges vagyok, akkor természetesen állok a klub vagy a válogatottnak a rendelkezésre is. Mondanád azt, hogy 100%-os a térded, vagy egy remél keresni? Én nem mennék bele satszolgatásokba, jól érzem magam, nincs fájdalmam vele. Ettől függetlenül nyilván egy sérülést követően nem is igazából maga a korábbi probléma, hanem inkább a játékba való vissza jövetel az, ami megnehezít az ember dolgát, úgyhogy ebből kifolyólag nem mennék bele satszolgatásokba. Hála az égnek, hogy a tér problémáim azok teljesen megszűntek. Hogy érzed a pályán, hogy az a dinamika, ami benned volt előtte, az visszajött, vagy azért vannak olyan mozdulatok, amiket nem lehet megcsinálni a pályán? Nem ilyen jellegű, hogy nem mernék megcsinálni a pályán, ez hála az égnek, hogy nincs. A dinamika kérdése, meg az ilyenek, azok természetesen a játékkal jönnek. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból talán nincs hátralék. Ugye a posztodon többen is hagytuk az Európa-bajnokságra. Hogy látod, mennyi lehetőséget fogsz kapni a kapitánytól? Ebbe szintén nem mennék bele. Én azt gondolom, hogy azért vagyunk ott, hogy egy célért küzdjünk. Mindig az van a pályán, aki az edzők megítélése szerint a legtöbbet tud segíteni a csapaton. És azt gondolom, hogy ez a helyes gondolkodásmód, és ebből kifolyólag nem azt kell nézni, hogy ki hány percet tudott játszani, hanem hogy a célunkat elérjük, és az mindenek előtt álló. Kapitány úr korábban arról beszélt, hogy nem akar megnevezni húzó embereket, hanem azt szeretné, hogy a vezérbikák jöjjenek előre a csapatba, és azt mondta, hogy a cserek elleni felkészülési meccsen, hogy ezt már látta is. Szerinted kik voltak azok a vezérbikák, akikre gondolt vagy látott? Kivel látta ezt? Én úgy gondolom, hogy nyilván ezekben, hogy is mondjam, vannak olyan válogatott játékosaink szerencsére, akik már több éve húzzák a csapatot, gondolok itt egy Miklerre, egy Bánhidira, sajnos ugye Bodoricsi nem áll rendelkezésre, de ettől függetlenül szerintem átlövő poszton is fiatalok között is nagyon sok olyan játékos van, aki ezt a vezéregyéniséget el tudja vállalni, és szerintem a fiatalságunkból adódik az is, hogy nem jó szó a pofátlanság, de az a szemtelen fiatalság, hogy nem gondolkodunk, és nem a világ végéig gondolkodunk egy-egy helyzeten, hanem azzal a lendülettel, ami a fiatalságból is adódik, szépen neki megyünk az ellenfélnek, és ezáltal gólokat tudunk szerezni belőle, és ez hála az égnek a cselek elleni mérkőzéseken is, illetve az osztrákok elleni mérkőzésen is megmutatkozott. Sajtótájékoztatón elhangzott, hogy nincs sajtotok nyomás, nem tesznek rátok nyomást, nincsen célkitűzés sem. Mennyire tudtak lazán belemenni ebbe az Európa-bajnokságba? Csak lazán lehet belemenni ebbe az Európa-bajnokságba. Nehéz csoportunk van, és amennyiben a Jóisten is úgy akarja, és mi is kellőképpen oda tesszük magunkat, és tényleg a csoportból tovább jutunk, akkor is nehéz csoportunk lesz. Azért ez egy Európa-bajnokság, tehát tényleg a világkrémje van ott minden egyes csoportban. Ilyen szempontból esélylatolgatásba egyrészt nem is mennék bele, másrészt pedig én azt gondolom, hogy a mérkőzéseket, amik előttünk vannak, tényleg csak teher nélkül lehet felszabadultan megnyerni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy egy ilyen fiatal csapattal, hogyha nekivágunk egy Európa-bajnokságra, akkor nem a teher van rajtunk, hogy mindenképpen ezt és ezt el kell érnünk. Nyilván itt gondolok például az olimpiára is. Én azt gondolom, hogy ezt a célt el lehet érni, de csak nyomás nélkül. Csak akkor, hogyha úgy állunk neki minden egyes mérkőzésnek, hogy nem az az utolsó és nem az az utolsó lehetőségünk. Kellő nyomással magunkon, de pozitív nyomással, és természetesen ezáltal a csapattársak támogatásával. Mi lehet a nagy erény ennek a fiatal válogatottnak az Európa-bajnokságban szerintem? A fiatalság. Még egy dolog, hogy ugye Lemgóból eljöttél, ez mennyire jár most a fejedben, hogy új klub ez EB után, vagy ezt teljesen most ki tudtad kapcsolni ezt az Európa-bajnokságot? Hála az égnek, ebben azt gondolom, hogy nagyon fontos volt egyrészt az, hogy ezt ki tudjam zárni. Előttünk van egy Európa-bajnokság, csak a jó szereplés, és csak az motivál,
hogy a csapattal, most a csapatom a nemzeti együttes, és hogy ezzel minél jobb eredményt el tudjunk érni. Ez természetesen mindent meg fog könnyíteni is az Európa-bajnokság után, hogyha arra gondolunk, de mivel még itt van ez a két nagyon fontos hét előttünk, vagy akár most napokban nem mennék bele, de ez az időszak itt áll előttünk, úgyhogy egy pici időm sincs arra, hogy az követő időszakkal foglalkozzak.